Tarts velem, és fedezd fel új távlatokat. Ez itt az Ablak Japánra podcast. Mindenféle témák, melyeknek van relációjuk Japánban, és Japánhoz is. Érintenek és érdekelhetnek téged is. Én Janagisawa Gyöngyi vagyok, és már hosszú ideje élek Japánban, és mint japanológus próbálok válaszokat keresni a kérdésekre, és a beszélgetéseimmel inspirálni szeretnélek, a mainstreamből kizökkenteni, hogy még több perspektívából nyiss ablakot a világra, és ezáltal saját magadra is. Fontos elmondanom, ahhoz, hogy a podcast épülhessen és szépülhessen, örömmel fogadom a hozzászólásaidat, a véleményedet és a támogatásodat. Ha van rá lehetőséged, és szívesen segítenél, akár egyszeri hozzájárulással is támogathatod a munkámat. Ennek módját megtalálod a podcast honlapján és az epizód leírásokban is. Előre is hálásan köszönöm. Az Ablak Japánra podcast epizódjait a Vodafone Podcast Pioneers sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Ezzel segít nekem, hogy még több érdekes beszélgetés készülhessen. Köszönöm! Örülök, hogy ma is itt vagy. Köszöntelek, kedves hallgatóm! Folytatódik a beszélgetés Wakabayashi Noémivel. Az első részben kaptunk némi bevezetőt is Noémi koncepciójának japáni gyökereibe. Mindemellett jó magam beszéltem a Karma pécsi kesztyű vállalkozás haladó szemléletéről a bőrfeldolgozás terén. A budapesti Rádai utcai közben stúdió koncepciójával is megismerkedhettünk, ami sok mai magyar kezdő művésznek, dizájnernek tesz a lába elé egy ugródeszkát, hogy lendületet találjanak a döcögő magyar gazdasági helyzetben. Olyan kérdéseket is boncolgattunk, hogy vajon milyen nehézségekkel kell egy pályakezdőnek szembenéznie a marketing terén, és hogy vajon mire lenne leginkább szükség ahhoz Budapesten, hogy valaki kézműves márkát alapítson és sikeresen futtasson. Noémi a gimnáziumi évek alatt kiválóan megtanult magyarul. A márka ötletének a lényegét nagy meggyőző erővel prezentálja a hallgatóságának. Érdeklődő, barátkozó, ugyanakkor alkalmazkodó és mindenek felett az újdonságokra nyitott személyiség. És talán ezzel is magyarázható az, hogy fenntartások nélkül be- és elfogadta őt Pécs, és aztán Budapest is. Még az első részben inkább Noémi kollekcióiról, az üzleti lehetőségekről és a koncepciója megalkotásáról beszélgettünk, addig a mostani a második epizód az alapokról, a gimnáziumi évekről, a magyar tanulásról, a beilleszkedésének a titkáról fog szólni. És nem utolsó sorban arról, hogy miért fontos elsajátítani már előre annak az országnak a nyelvét, ahol boldogulni szeretnénk. Kedves hallgatóm, ha nem hallottad volna az első részt, hallgass meg kérlek feltétlen, így lesz teljes a képed. A podcast leírásban megtalálod hozzá a linket. És most pedig következzen a folytatás. Aki az ablakot kinyitja, mint mindig, Janagisawa Gyöngyi, és aki ma ezen az ablakon ismét benéz, Wakabayashi Noémi, a Nova Accessories táska márka alapítója. Noémi középiskolás korában települt át Japánból Pécsre, szinte semmi magyar tudással, ahol aztán sikeresen elvégezte a pécsi művészeti gimnáziumot, majd meg sem állt a budapesti Metropolitán Egyetemig. Többször jártál már Magyarországon? Tehát a környezetet ismerted? A nyelvet beszélted? Hát gyerekkoromban így párszor meglátogattunk a rokonokat Magyarországon, de annyira nem. Sőt, abszolút nem beszéltem. Tehát ez fehér lappal indultál. Igen. Most így visszatekintve a gimnázium évekre, én most azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mi volt a két dolog, két kérdésem lesz. Az egyik, hogy mi volt számodra a legemlékezetesebb momentum így a gimnázium évek alatt, amire nagyon szívesen visszaemlékezel? Hát az is nagyon jó évek voltak. Igen, de így, hogy azt mondanád, hogy kiemelnél egy dolgot, hogy hú, hát ez felejthetetlen. Szóval ugye
4 éves volt a képzés, és volt egy plusz év szakosodáshoz, és én az 5. évben szerveztem egy divatbemutatót a gimnáziumban, mert hogy eddig úgy volt, hogy ott szóval vannak a művészeti Ez volt a Nori Tamago alapítók. projekt, ugye? Ja, Nem, az más. Jó, akkor nem, arra is majd rátérünk, az de más. ez más. Tehát akkor te szerveztél saját magad akkor egy divatbemutatót. Igen, mert ugye úgy néz ki ez az egész szakközépiskola, van ugye a drámások, van táncosok, zenészek, és akkor mi a művészek. És akkor ugye a többi három szakos diákok ugye mindig használtak a színpadot, és ott előadták a saját munkáit, és nekünk ugye annyi volt, hogy kiállítás volt. Kicsit hiányoltam ezt az egészet, hogy miért nem mutathatunk színpadon mi is. Ezért én kicsit irigy is voltam a többi szakos diákokra, hogy mi miért nem tudunk kihasználni ezt a színpadot, és így találtam ki, hogy akkor lehetne egy divatbemutató. Értem. Mi volt a legfájóbb momentumod, amire nagyon nem akarnál emlékezni? Hát itt van egy nagyon rossz, vagyis hát elég problémás osztály Aha, volt. tehát akkor az osz, aha, tehát ilyen emberi kapcsolatok, stb. Voltak. Nem, én nem kérem most, hogy részletekbe menjünk, vagy nem is szeretném, Hát csak hogy volt egy konkrét esemény, csak ez lehet, hogy rossz színben feltüntetném az iskolát. Voltak kicsit nagyobb, aha, tehát egy kicsit más más beállítottságú. események alapján. Igen. Úgy tűnik azért, hogy te azért nagyon szerettél bulizni, nem? Tehát itt ez a pécsi időszak, így visszamegyünk, akkor ez 13 évvel ezelőtt volt, akkor te ugye itt ezt a party rock zenekarral kezdted a zenei, hogy is mondjam, ízlés világod, az a party rockkal indult, és hát itt a bulizgatás és egyáltalán a buliba menés az úgy tűnik, mondom a Facebook oldaladról, hogy ezt nagyon szerettél, és a nagyi volt talán a legnagyobb akadálya ennek. Ez tényleg így volt? Igen. Hát, Tehát tényleg minden héten mivel ugye... buli, és tulajdonképpen úgy tanultál meg akkor ennyire szépen és jól magyarul, nem? Igen, mert ugye szóval úgy volt, hogy én nekem Pécsen érnek a rokonok, és így nem voltam teljesen egyedül, de én kollégista voltam. Szóval én koregista voltam, és hétvégente vagy nagymamámhoz mentem, vagy a nagybátyámhoz mentem, és ott töltöttem a Ami hétvégéimet. gondolom azért elég És unalmas volt, nem? hát inkább nagymamámmal voltak nehézségeink, szóval, hogy mivel én tinédzser voltam, és ő Ő pedig pedig egy nagymama, nyugdíjas, persze, akkor ez nem feltétlen ért meg téged. aki már évek óta így nem látta a saját unokáját, és így hirtelen egymáshoz kellett szokni, és ez nehéz volt, és emiatt inkább a nagybátyámhoz jártam hétvégente, meg hát voltak olyan osztálytársaim, a legjobb barátaim, akikhez szintén ott voltam. Nagyon hálás vagyok, hogy nem voltam teljesen egyedül, és volt hova mennem. Ez azért nagyon fontos egy ilyen tinédzserként, hogy nem teljesen egyedül. Ja. Meg azért az is jó volt, hogy kollégista voltam. Szóval, hogy egy szobában hatan voltunk, ami nagyon, most így visszagondolva, nagyon Kemény lehetett. durva volt, igen, de ott tanultam meg igazán magyarul, mert azért, ugye, mielőtt elkezdődött az iskola, jártam körön magyar tanárhoz, és tanultam, de annyira nem fejlődtem, és ahogyan kollégista lettem, egyből már állandóan beszéltek, nap, éjjel-nappal beszéltek hozzám magyarul, és hát én pedig képtelen voltam beszélni. Így, hogy most felhozod a kollégiumi életet és hát a társakat.
könnyű volt neked beilleszkedni? Tehát ért téged olyan, valami olyan atrocitás, vagy bármi, ami a származásodból adódik, vagy bármi egyéb? Vagy akár egy pozitív dolog, hogy emiatt pozitívan megkülönböztettek például? Én inkább pozitív dolgokra tudom így visszaemlékezni, szóval nagyon nyitottak voltak. Szóval, hogy az szerintem csak plusz szempont volt, hogy én Japánból jöttem, és félig japán vagyok, ezt nagyon jól elfogadták, és nagyon érdeklődőek voltak. Nem csak a diákok, hanem a tanárok is. Te voltál egyébként egyedül akkor az egész iskolában, aki így, hogy is mondjam, tehát nem teljesen magyar? Vagy akár külföldi diák más volt? Volt még egy lány, aki szintén félig japán és félig magyar, Ő is pont japán és magyar, tehát nem, mit tudom én, nem izraeli magyar, hanem pont japán és magyar. Igen, és őt már gyerekkorom óta ismertem, szóval az ő szüleivel nagyon jobba voltak a szüleim is, és pár éve fölöttem járt, és ő mondjuk ő nagyon japános volt, szóval ő nagyon japánosan viselkedett, ilyen visszahúzódó volt, és inkább magának való volt. Inkább itt voltak a én és a ő vele kapcsolatban ilyen különbségek, és amiatt voltak konfliktusok. Értem, tehát akkor te miért vagy más? Pedig minden ember más. Más volt az alapélményed a pécsi iskolában, a pécsi gimnáziumban. Nyilván itt már a kor, tehát hogy már idősebb vagy akkor, mint amikor ugye Japánban voltál, de hogy jobban érezted magad Pécsen, mint Japánban, a japán iskolában? Hát én nagyon szerettem japán iskolába járni. Én nekem az a gyerekkorom, az nagyon, nagyon szeretek így visszaemlékezni, és csupa jó élmény. Hát persze voltak rossz dolgok is, de én nagyon szerettem ott járni, és hát magyar iskola sem volt rossz, de nagyon sok mindenben különbözött. Például ugye nem kellett egyenruhát hordani az iskolában, meg hogy ki lehetett sminkelni magunkat, szóval, hogy ez így... Na most már ez ilyen Japánban is külső... lehet, attól függ, ugye, hogy... Japánban is lehet, de amikor én kezdtem, hát jó, elmúlt pár évben elég sok minden változott, de amikor én ide kerültem, akkor ugye még ez volt, és én nagyon ilyen, mivel Japánban nevelkedtem, és ott nagyon ilyen szabálykövető mentalitás van, és ez bele is nevelik a gyerekekbe, ezért nekem ez nagyon új dolog volt, és először nem is tudtam, hogyan kell állni hozzá, szóval, hogy megkaptam ezt a szabadságot, de nem is tudtam, hogy akkor ezt hogyan kell. Hogy tudod kihasználni? És akkor a barátok megtanítottak rá. Akkor ezért szeretnél, akkor a buliban megtanultad, ugye? Mennyire érzed magad most magyarnak? Tehát mennyire ezt a szabadságot most mennyire tudod kihasználni? Hát én magyarnak érzem magam, de közben japánnak is érzem magam. Szóval ilyen 100%-ban ilyen, mit tudom, 70% magyar vagyok, és 30% aha, jó, japán hát nem vagyok. Kell, persze nem kell kicentízni, nyilvánvaló. De körülbelül olyan arányban érzem magam. Szeretek magyarul beszélgetni, mert hogy ott nincsenek ilyen magázódni kell, és akkor azon belül hogyan kell beszélni, hogyan kell viselkedni. Ezért én sokkal barátságosabbnak érzem a magyar nyelvet, mint a japán nyelvet, és lehet, hogy azért is szeretek itt Magyarországon élni, vagy magyar emberekkel találkozni, mert nincs az a távol tartás emberek között. Emiatt én szeretek így Magyarországon élni. Térjünk azért még egy picit vissza a pályafutásodra, mármint itt a divat pályafutásra. 2012-ben volt a Gombold újra divat a magyar nevezetű projekt. Ugye ez egy ilyen országos projekt volt. Hogy kerültél te ezzel kapcsolatban? Gondolom az iskolán keresztül, és ugye említsük meg, azért fontos, mert hogy
akkor 17 évesen beválasztották a te munkádat is ebbe a projektbe, akkor te egy ilyen fejfedőt, fejdíszt készítettél. Igen. Hogyan jelentkeztél, hogyha erről mesélnél egy kicsit? Csak hogy szembe jött ez a pályázat, és akkor a tanáraink mondták, hogy van ilyen pályázat, és mindenféle korosztálynak lehet jelentkezni, szóval nem volt korlátozott, hogy csak egyetemistáknak, vagy csak felnőtteknek lehet jelentkezni, hanem hogy fiatalabbak is lehetett jelentkezni. És ezért a tanáraink mondták, hogy akkor jelentkezzünk, és igazából ennyi volt Na jó, de akkor az most az fél egész. osztály jelentkezett, vagy csak te jelentkeztél? Nem, csak a textil szakosok. De az összes textil szakos akkor jelentkezett. Ez hány fő? Páran, öten. És ebből akkor te egyedül jutottál be? Igen. Mi volt az az inspiráció, hogy te mondjuk azt a fejfedőt, fejdíszt készíts? Nem tudom meg, de hogy azt tudom, hogy a macsó hímzést Matyó hímzés. kevertem össze egy ilyen fedővel, aminek ilyen gyöngyös volt. Szóval ilyen nagyon ilyen burjánzó ilyen gyöngyökből állt össze, és ezt én helyettesítettem más anyaggal, azaz ilyen fonás, a fonalakkal, meg ilyen gyapjukkal, és azt a burjánzó látványt próbáltam azzal helyettesíteni, és ez volt igazából átírás, meg kiálltok egy ilyen, hát ilyen drótból ilyen gyöngyök, és azt is áthelyettesítette más anyagra, ami ilyen puhább. És ilyen kiálltak ilyen nemez szarvak. Hogyan jutnak eszedbe ezek a gondolatok? Tehát, mit tudom én, leülsz az asztalhoz, és akkor azt mondod, hogy oké, akkor most megtervezed, vagy nem tudom, sétálsz, és közben beugrik egy ötlet, hogy na, a gyöngyöket te mondjuk fonállal helyettesíted, és na, hogy nézne ez ki. Tehát, hogy nálad ez hogyan működik? Hát most ennél a példánál maradva szerintem ez, hogy igen, szóval volt egy ötlet, elképzelésem, szóval adott volt a helyzet, saját képességemhez voltak technikák, és azon már nem tudtam felülmúlni, és azon belül próbáltam ezt a tervet, ezt a elképzelést teljesíteni, megvalósítani, és így rettek. Szóval én textiles voltam gimnáziumban, és nagyon sokat szűttünk, szóval mindenféle ilyen textil technikát tanultunk, és ezek alapján készítettem. Hiába, hogy textiles voltál, de akkor is már ott volt benned ez az attitűd, ez a hozzáállás, ami most jelenleg a bőrtáskák készítésekor is ott van. Tehát, hogy a te saját képességeidhez mérten, amit tudsz és ismersz, abból mit tudsz kihozni a legjobban és a legtöbbet. Így van. Tehát Így azért van. Ez a kísérletező típus, ez már így akkor a korábbi években is megnyilvánult. Most így, hogy ugye beszéltünk a, úgymond a pályafutásodról, a művészeti háttérről, és hát érintettünk személyes dolgokat is, de most a beszélgetés további részében te milyen ember vagy, ki áll egyáltalán ugye a Nova Accessories brand mögött, én most erre lennék kíváncsi, kinek tartott te magad? Művésznek, designernek, vagy pedig egy mesterembernek? Te saját magadat hogyan definiálod? Hát most így mindenből egy kicsit az vagyok. De melyik áll hozzád a legközelebb? Én azt mondanám, hogy szeretnék művész lenni, de inkább mesterembernek tartom magam, mert hogy a munkáim is olyan, hogy a technikám belül próbálom azt tovább fejleszteni. És abból lesz olyan dolog, ami az a folyamat, ugye az, amit készítek a táskákat, ahogyan fonom, az a folyamat, abból lesz nekem, bennem ébrednek olyan gondolatok. Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki, nem is azt mondom, hogy sikeres legyen, inkább azt mondanám, hogy megállja a helyét másként. Ezt a másként, ezt értsük úgy, hogy egy kicsit olyan outsider, tehát ebbe értsük bele azt, hogy ilyen
félvér, mondjuk, mint te. Bár ezt a félvér szót én nem igazán szeretem használni, úgyhogy most itt kiszólva a hallgatósághoz, hogy minden kedves hallgató írja meg feltétlenül, hogy a félvér magyar szó helyett milyen más magyar szó lenne alkalmas. Visszatérve, hogy az ilyen outsiderek, akik mondjuk két kultúrához tartoznak, vagy akár teljesen más gondolatvilágban élnek, hogy mi kell ahhoz, hogy ők helytálljanak, hiszen te ezt nagyon jól, tehát ennek te egy élő példája vagy, aki ezt nagyon jól teljesíti. Mit ajánlasz, milyen tanácsot tudnál adni azoknak az embereknek, akik egy kicsit olyan outsidernek érzik magukat, hogy hogyan tudnak helytállni? Mi fontos? Hát én nagyon szerencsésnek érzem magam, mert nekem nem nagyon voltak ezen a téren akadályaim. Szóval, hogy én átértem, és így vissza, utólag gondolva lehet, hogy az volt a legjobb dolog, hogy én is beleértem a környezetemben lévő emberekkel. Szóval, hogy nem megkülönböztettem, szóval tegyük hozzá, hogy egy ember elmegy külföldre, és teljesen idegenként odaér, és nem az van, hogy ottani országban az emberektől megkülönböztetem, mert külföldi vagyok, hanem megpróbálom velük ugyanúgy gondolkozni, ugyanúgy megérni a napokat, megismerni a kultúrát, és szerintem az a legjobb, ha valaki idegennek érzi magát, vagy egy társaságban, vagy ilyesmi, mindig nehéz amúgy, hogy kívülről látni önmagunkat, de lehet gondolkozni, hogy mások hogyan állnak egy helyzetben, vagy egy problémában, és talán az segíthet, mert hogy én nagyon beleültem magam, hogy beleilleszkedjek, és ahhoz és hát nem, bocsánat, nem mondanám, hogy nagyon erőltettem. Nekem mi nagyon adott volt a helyzet, mert hogy ahogyan kollégiumban értem is, hogy nem voltam állandóan japánokkal Magyarországon, hanem magyarokkal voltam, és talán ez segített ahhoz, hogy gyorsan, könnyebben illeszkedjek. Beilleszkedj. Egyébként te azért így az eddigiek alapján is, te ezzel könnyen barátkozol, nem? Igen. Nagy része, igen. Sok igen. Barátod van? Van sokféle. Nincs sok barátom, de sokféle barátaim vannak. Uh-huh. És hát vannak japán barátaim is. Kikkel barátkozol inkább most, jelen pillanatban, ennyi idősen, inkább japánokkal, vagy magyarokkal, vagy egyáltalán figyelsz-e, megkülönbözteted-e ez alapján a barátaidat, vagy egyszerűen csak az embert nézed? Az volt, még amikor Bécsen éltem, és gimnazista voltam, akkor voltak japán ismerőseim, de akkor nagyon nem akartam japánokkal barátkozni. Uh-huh, tehát akkor tudatosan kerülted a japánokat, gondolom pontosan amiatt, amit az előbb elmondtál, hogy a nyelvi. Akkor nagyon kerültem, mert jó, hát változókor volt, és nagyon megszerettem ezt a magyar embereket, és a japánok ugye nagyon távolságtartóak, és én nekem akkor ez volt a gondolatom, és nehezen értettem meg őket, miközben itt Japánban éltem 10-valahány évig is. Nagyon érdekes így visszagondolva, hogy akkor nem nagyon akartam japánokkal így barátkozni, de miután felköltöztem Budapestre, és elkezdtem járni egyetemre, akkor volt alkalom így megismerkedni a klarinétes barátnőmmel, aki amúgy egyébként odavaros, mint én, és hát ő segített változtatni ezen, mert Magyarországon egyébként nagyon sok japán él. Így van. És Budapesten is ugye nagyon sok, és korombeliek is vannak, szóval nem csak dolgozó felnőtt emberek, hanem ugye nagyon sok diákok is. Na és ő rajta keresztül volt alkalom így megismerkedni, és akkor
változott ez a gondolat. A japán barátokat például mi alapján, rossz ez a kifejezés, hogy mi alapján választod, de most hirtelen nem jut más az eszembe, de hogy kihez vonzódsz jobban, tehát a japán barátaid közül kik azok, akiket barátaidnak tudsz választani? Olyanok, akik szóval nem csak a japán szemlélettel rendelkeznek, hanem külföldi. Szóval, hogy mondjuk az is már tök nagy dolog, hogy Magyarországon él és megismeri a más országnak a kultúráit, meg a szokásait, az is nagy dolog. De mégis vannak olyan japánok itt Magyarországon, akik csak azon társaság belül maradnak. Szóval, hogy japán, de hogy amit az előbb is meséltem, hogy nem nyitott a kultúrához, és csak a japán társaságon belül maradnak, őkkel kicsit nehezebben barátkozom, viszont olyanokkal nagyon szeretek barátkozni, olyan japánnal barátkozni, aki nyitottak. Visszatérve még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy itt vannak-e részedről bizonyos kötöttségek vajon? A Facebookon például volt egy olyan bejegyzés, hogy a Magyar-Japán Kulturális Egyesület programjain megjelenni kötelező, és ezt egy ismerősöd, vagy barátod, nem tudom, posztolta, aki, és hát a bejegyzés mellett volt is egy fotó, hogy te egy ilyen rendezvényen ülsz, és hát meglehetősen, hogy is mondjam, hideg, visszafogott tekintettel. Én nekem úgy tűnt, hogy hát, ha lehetne, én most máshol lennék homlok felirattal. Jaj, ez melyik a kép? Tehát én itt most arra szeretnék igazából rákérdezni, hogy vannak-e, érzel-e olyan kötöttségeket, olyan dolgokat, van a például háttérben egy olyan, hogy én nekem ezt meg kell tennem, mert én japán is vagyok. Például egy rendezvényen részt venni, vagy akár egy adakozási programban részt venni, ahol mondjuk például a Fukushimai baleset egy ilyen világszintű adakozás volt. Tehát, hogy vannak-e ilyen belső indítatásaid, hogy mert én japán vagyok, tehát ez egy úgymond kötelességem. Kötelességet én nem nagyon éreztem, de ha lehet, akkor mindig próbálom így részt venni ezekben, mert azért mégis én is japán vagyok, és ha lehet segíteni, akkor szerintem bármikor kell. De hogy hát így Magyarországon valami japán esemény van, és kötelező részt venni, mint japánként, az nem. Én őszinte ember vagyok, ha nem akarok, akkor nem veszem részt. Szóval nincs az az ilyen erőszakosság, hogy hát mindenképpen kell, mert én kicsit elhatárolom ezt ettől. Most ugye Magyarországon, Budapesten élsz. Mennyire hatnak rád a jelenkori japán áramlatok, tehát gondolok itt a japán popkultúrára, zenékre, filmekre, tehát te is nézel ugyanúgy animéket, te is tisztában vagy a mostani mangákkal, vagy akár ugye a K-pop tárokat követed, vagy ilyen szempontból hogyan tartod a kapcsolatot úgymond a japán kultúrával? Hát a Netflix. Hát igen, nézem nagyon sok japán animét, és szerintem magyarok is így néznek. Sőt, a Ghibli filmeket nagyon szeretik a magyarok. Szóval a Miyazaki Hayao-nak a munkáit, a filmeit nagyon szeretik. Animék, azokat is, hát, de mondjuk Magyarországon, aki nem ilyen fanatikus, azok inkább a régi animékben ragadtak meg, szóval mit tudom, Sailor Moon, meg a... Gondolod? Minek hívják, igen. Gondolod? Azért ez nem így van, mert hogy pont két adással előtted, ugye Garai Timivel beszélgettünk erről a podcastben, aki hát részletességgel mesélt arról, hogy a legújabb, tehát a Japánban menő legújabb sorozatok is már elérhetőek igenis Magyarországon, és hogy hát igen, nagyon sokan fallják ezeket. Ja, ez így van. Mit tudom, akik nem ilyen fanatikus, azok inkább a régi animációk, japán animékben maradtak.
mit tudom, Inuyasha, meg mi volt, Dragon Ball, meg... Van olyan esetleg neked kedvenced, ami, tehát itt bármi lehet, a kultúrán belül zenétől kezdve bármi, színi előadás, amire azt mondod, hogy örülsz, hogy japánul megérted 100%-ig, és örülsz, hogy részese lehetsz ennek? Hát a japán zenét én annyira nem hallgatom, szóval a zene területen így nincs nagy kedvencem, de inkább a animékben vannak nagyon sokféle kedvencek, akciósabb sorozatok, az a Shingeki no Kyojin, meg ilyeneket néztem, meg a Kimetsu no Yaiba, azt is. Lehet, hogy inkább ilyen fiúsabb animációkat szoktam nézni, mint a lányosabbat, ilyen romantikusabbat. Ezt ugye mondtad is, ezt nyilatkoztad is valahol, hogy ugye fociban te a japánoknak drukkolnál, de vízilabdában pedig a magyaroknak. Ugye arról már beszéltünk, hogy te mennyire érzed magad magyarnak, illetve japánnak. Én most azért azt meg szeretném kérdezni, hogy szerinted hol jobb élni? Vagy te hol érzed magad jobban? Pécsen vagy Budapesten? Most jelenleg Budapesten élek, és hát lehet így összehasonlítani, mivel Pécsen is értem, ugye. Én most Budapesten szeretek élni. Most Budapesten, tehát akkor most. Ott, akkor, ahol élsz, akkor ott szeretsz élni. Nem nagyon szoktad összehasonlítani. Visszamennél Pécsre? Most éppen nem. Én azt gondolom, hogy Pécsen minden. Szóval Pécs kicsi város, de amire szüksége van az embernek, az minden megvan. És egyébként mire nagyon van szép szüksége város. Az embernek? Hát, mit tudom én, szórakozás téren ott van a színház, a galéria, a múzeum, és mit tudom én, szórakozó helyek, éttermek, az mind megvan, és nagyon hangulatos az egész város. De nekem, hát kicsi. Szóval egy idő után elfogynak az ötletek, és már meg lehet szokni az ottani életet. És pont Budapesten ezt lehet pótolni, szóval mindig van valami, mindig új dolgot lehet felfedezni. Nem csak ilyen eseményeken, hanem ilyen helyeket, vagy folyamatosan változnak, és szóval ezért is szeretek Budapesten élni, meg hát a divat téren talán. Nem tervezed azt egyébként, hogy máshova menni, tehát Budapesten túl, mert hogy egy idő után akkor valószínűleg Budapest is kicsi lesz, akár egy másik városban, vagy nem tervezed azt, hogy visszaköltözöl Japánba? Korábban te mondtál egy olyat, ezt idézném, hogy azt gondolom ugyanis, hogy annak a munkának, amit én csinálok, sokkal nagyobb jövője van itt, Európában, mint odahaza. Ezt mire értetted? Ha eddig is japánok vásároltak tőlem, és hát magyarokat is nagyon érdekli a táskáim, de inkább japánok vásároltak. Ez mondjuk kicsit változóban van, amióta a designer boltban kezdtem így értékesíteni, már ott is voltak eladásaim, változni fog. De igen, hogy én úgy érzem, hogy japánok nagyon szeretik ezeket a kézműves designer termékeket. A japánok ugye nagyon értékeli azokat a mester kézműves termékeket, és nincs akadály ahhoz, hogy valaki bemenjen egy ilyen designer boltba. Igen, és ezért is gondolom, hogy Japánban lenne több lehetőségem. Szerintem. Értem, de amit most mondasz, az pont az ellenkezője, amit ugye korábban mondtál, mert hogy azt mondtad korábban, hogy sokkal nagyobb jövője van itt, Európában, mint odahaza, és ugye az odahaza az ugye a Japánt jelenteni. Tehát, hogy akkor te Európában látod a saját dizájnodnak a jövőjét, és nem pedig Japánban. Hát, ezt nem tudom, mikor mondhattam, de
Ezt a pécsi online újságnak nyilatkoztad Ja, akkor korábban. ez már régen Ez volt. már régen volt, és akkor még ugye úgy láttad, hogy akkor talán, Igen, de a igen, igen, jelen igen. pedig akkor azt mutatja, hogy mégiscsak ugye a japán érdeklődők, akik többen vannak. De akkor Igen. ez feltételezheti azt esetleg, hogy akkor te visszaköltözöl Japánba egyszer? Véglegesen nem fogok költözni, de mostanában tervezem egy időre haza menni, mert nagyon régen voltam otthon. Mindenképpen vissza fogok jönni. Néhány hónapra hazamegyek így feltöltődni, új inspirációkkal, meg ötletekkel meggazdagodva vissza fogom térni. De egyébként tényleg, kik a japán inspirációi, művészek akár, vagy vannak olyan dizájnerek, akik konkrétan téged inspirálnak, és akiket szeretsz? Hát például a Issey Miyake, szerintem azt mindenki ismeri. Neki régebben voltak ilyen presszírozott ilyen anyagok, ilyen 3D-s anyagok, ami rugalmas volt, az mindig is így inspiráló volt. Ő az egyik. Most nem jut eszembe, a ilyen pöttyöket szokott festeni, egy festő művész. A nyelvvel kapcsolatban kérdezném azért, mert hogy azt lehet mondani, hogy a fél életedet ugye Japánban töltötted, az eddigi másfél életedet pedig már Magyarországon. Nagyon szépen megtanultál magyarul, de ezt is a Pécsi Online újságban mondtad, hogy annak ellenére, hogy japánul folyékonyabban beszélek, a magyart jobban kedvelem. Sokkal őszintébb nyelv, könnyebben ki lehet vele fejezni az érzelmeket. Az imént ugye ezzel kapcsolatban megemlítetted, hogy nagyon szeretsz magyarul beszélni, pont amiatt, hogy ezek a nyelvi fordulatok, mint hogy udvariasság és a többi, másképp működnek magyarul, mint ugye japánul. Amit szeretnék kérdezni, hogy a japán tanulást 15 éves voltál talán, amikor ugye Magyarországra jöttél, hogy az pont az az időszak, mármint a japán nyelvben, amikor egy nagy ugrás van gimnázium, a felsőoktatás között, tehát ott nyelvileg is a kanji tanulástól kezdve a kifejezés szempontjából is, hogy ezt te hogyan oldottad meg? Mennyire vagy úgymond kompatibilis japánul? Tehát megértesz mindent egyértelműen, de például japánul te tudsz mondjuk egy üzleti levelet írni, vagy olyan szövegeket japánul meg tudsz írni, amit a korodbeliek Japánban megtesznek? Hát nekem ez, igen, újra kellett elővennem, amikor így ilyen üzleti e-maileket kellett írni. Ehhez mindig interneten rákeresek, hogy hogyan lehet szépen fogalmazni, mert ugye nem mindegy ott kint Japánba üzleti e-mail fogalmazása. Szóval ez nekem így újra elő kellett venni, és mindig is rákeresek, hogy hogyan lehet így szépen, helyesen megírni. Mert te megálltál, úgymond, akkor Igen. ugye a 15-16 éves korosztálynál, de hát tovább kellett lépned, és ezt te mindennapokban, most jelen pillanatban, hogyan tartod karban magad, japánul? Hát sehogy, szóval, hogyha úgy alakul, akkor mindig így neki ülök, és akkor rászánok pár időt, mert nekem nem megy kis ujjamból így. Hát olvasni kéne, mert szoktam japánul nézni dolgokat, filmeket, sorozatokat, természetesen mindent megértem, de azért fogalma írni kell, fogalmazni kell, beszélni kell, az hiányzik. A következő, amit szeretnék kérdezni, és ami érdekel, hogy most a mai világban, amikor a mesterséges intelligencia, az AI ennyire ugye bejött, és úgymond beletaposott az életünkbe, hogyha ezt így lehet mondani,
A művészek is bizonyos szempontból ennek azért megérzik a hatását. Tehát akkor, amikor most már olyan programokat kell, vagy olyan programokat készítenek az IT-sek, hogy egyáltalán az AI-jal készített rajzokat, festményeket, bármiket fel lehessen ismerni. Már erre készítenek programokat, hogy egy ilyen világban te hogy gondolod, hogy mi az, mit tud adni pluszt egy művésznek az AI, illetve mi az, amitől tartózkodni kell, tehát hogy ne szippantsa be az AI? Hát az én esetemben szerintem még mindig jobb, mint akik grafikusok, az ugye azoknak kicsit könnyebb is lesz, de közben ugye nehezebb is, festőknél is, hogy generálják olyan festményeket, ilyen digitális tartalmat, amit emberek, nem tudom, órákig festenek, és a AI pedig már egy másodperc alatt megcsinálják. De tudsz esetleg az AI-tól ötletet meríteni? Tehát például így a Igen. design szempontjából egy tovább lépésre, a mostani táskák a kinézete, ezt hogyan lehet még esetleg továbbfejleszteni, és mondjuk ezt így AI használattal? Lehet, hogy a tervezésben segít, de még mindig ugye gyakorlatban a fizikailag azt ugye nem tudják megcsinálni. Ki Ezért kell még mindig próbálni. nem annyira érzem magam, így veszélyeztetenek. Lehet, hogy inkább pozitívan állok hozzá, mert hogyha van valami olyan dolog a fejemben, amit nehéz lerajzolni vagy modellezni, és akkor leírom szövegben, és akkor megtervezi a AI, akkor lehet, hogy egyből megvan ott a látvány, és akkor az segít a tervezésben. De nem vált ki. Nem vált ki, mivel hát mégis ilyen kézenfogható dolgot kell készíteni, ezért én nem annyira gondolom rossz dolognak egyelőre. Hogy gondolod, ez alatt a 13 év alatt, amit eltöltöttél Magyarországon, te hogyan változtál? Miben? Mi az a jó irány, és hogyha esetleg van rossz, tudnál említeni, akkor azt is mondhatod, de mi a legfőképp, miben látod saját magadon a változást? Sokat változtam, az biztos. Szerintem sokkal nyitottabb lettem, és jobban tudom kifejezni magam, még anno, amikor ide költöztem, akkor ugye nagyon benne voltam abban, hogy szabályokat kell követni, és akkor önkifejezés az ugye kevésbé volt. Még mindig, ugye, miután Magyarországra költöztem, és a művészetiben voltam, és ott sokkal jobban tudták kifejezni a diákok saját magukat. Én pedig szerintem visszamaradott voltam, és szerintem ez ami változott, és most ahhoz képes jobban tudom. Talán ez, meg akkor, hát nyitott vagyok, szóval nem vagyok zárkózott, barátságos vagyok, ugye, hát az előtt beszéltünk a nyelvekről, és Igen. ugye a magyar nyelv eleve olyan szerintem barátságos nyelv, és ezért is szeretek így magyarul beszélni, mert akkor ilyen sokkal könnyebb, sokkal ilyen szabadabb, nem ez a szigorú, nem tudom, magázódni kell, meg stb. És ez talán segített abban, hogy nyitottabb legyek, barátságosabb legyek. Értem. Mik a további terveid? Vagy vannak egyáltalán konkrétan lebontott terveid? Hát ugye az előbb említettem, hogy nem sokára haza megyek Japánba, és akkor hát ez a közeljövő terv az, hogy szeretném felmérni a japán piacot, mert érdekel, hogy hogyan működnek ottani designer piacok, és szeretnék Japánba majd értékesíteni a táskáimat. Szóval a piackutatás és a kapcsolattartás lenne a közeljövőben. A nagy terv. Értem. Ha újra kezdenél bármit, újra kezdhetnél bármit, úgy döntöttél, hogy Pécsre utazol, de hogyha ezt meg lehetett volna változtatni, vagy meg lehetne most
változtatni, akkor tennél valamit másképp? Hát a nyelvtanulás az még mindig ez az első. Na, az a mindennek az alapja, hát hogy a kommunikációhoz kell tudni, beszélni, írni, olvasni. Hogyha valaki ugye környezetet, országot szeretne váltani, akkor mindenféleképp jobb előbb elkezdeni nyelvet tanulni, mint a helyszínen. Én úgy gondolom, de mondjuk valakinek van tehetsége, mint például az apukám esetében, ő nem tud annyira jól idegen nyelven, de mégis megértetik másokkal Megérteti magát, na jó, de hát magát. nyilván egy iskolát úgy nem lehet elvégezni, Hát hogy nem, és az megint más igen, de szint, hogy meg ugye ez, ami a tiéd, hogy valahol, tehát egy másik országban, egy másik kultúrában, és azon a nyelven végezted el tulajdonképp az iskoláidat, azért ez egy nagy teljesítmény volt, úgyhogy ugye a nulláról indultál. hát, ja, ezért is gondolom, hogy a nyelvtanulás az fontos, mert hát gimnáziumi éveimben így ugye nagyon koncentráltam, hogy megértsem a dolgokat, és szerintem értettem is, csak nem olyan mélyen, és nem olyan logikusan gondolkoztam, ezért amikor érettségiztem, akkor már tudtam magyarul, de inkább ott az volt a fontos, hogy szépen visszamondjam azokat a tételeket, és nem az volt, hogy logikusan gondolkoztam. És akkor kezdtem igazán tudni magyarul, amikor egyetemre kezdtem járni, és ott ugye leültem az asztalhoz, és egyedül magamban kezdtem így tanulni, és akkor tudtam már logikusan gondolkozni, és nem az volt, hogy bemagoltam egy mondatot, hanem hogy tudtam, hogy mi hogyan történik. És ezért is fontos a nyelv tanulás, mert ha nem folyamatosan tanul az ember, akkor ugye el lehet felejteni, ki lehet esni a gyakorlatból, és ugye Magyarországon magyarul tanultam, és nekem kiesett a japán tanulás, szóval azt már nem folytattam. És most érzem azt, hogy ezt is kellett volna párhuzamosan tanulni, és nem abba hagyni, és ez azért fontos egy embernek, például a személyiséghez is kapcsolódik a nyelv, mert most kicsit elfelejtettem japánul beszélni, és nem tudom olyan jó erő adni magam, mint most magyarul. És ezt újra csinálnám. Ezt nagyon szépen összefoglaltad, egyértelműen meg tudom érteni, amit mondasz. Még mielőtt rákérdeznék a legeslegutolsó kérdésemre, hogy az édesanyád a Facebook oldaladra Ajisai, ez ugye magyarul a hortenzia virág képét posztolta, és odaírta neked, hogy ez a te virágod, ez a te világod. És ez egy nagyon kedves mondat. Az jutott eszembe most így a beszélgetésünk végén, hogy ez a hortenzia, ugye az egy nagyon szép virág, és egy nagyon kerek, dús. Ugye a virágszirmok azok annyira dúsan és annyira igen, sűrűn kapcsolódnak egymáshoz, hogy én valahol a te táskáidban ezeket a szirmokat látom. Ugye ahogy te összefűzöd a bőr darabokat, pont, mint, és egyáltalán, amit ugye itt most beszéltünk, hogy kör alakra vágott ki bőrdarabokat, de minthogyha ezek is ilyen virágszirmok lennének, és valahogy úgy hatnak, hogy te szereted a virágokat, ugye? Ja, igen, szeretem, igen. Hogy a természet a virágokkal, a növényekkel, gondolom én, és ez csak saját gondolatom, hogy tényleg ott Naganóban, ahol a környezet is, a természet is közel van, az is azért beleívódott a te egyéniségedbe. Az utolsó kérdésem, mint ahogy mindenkitől ezt megkérdezem, minden vendégtől, hogy milyen szín jut eszedbe te, milyen színre asszociálsz, hogyha ha japánra gondolsz? Hát én a zöldre
asszociálok, mert ez pontosabban nem csak Japán, mint általánosságban jutott eszembe, hanem a szülőhazámra, én Naganói vagyok, és ott körbevesznek a hegyek, és hát ilyen völgyben lakunk, és hát gyerekkorom ott nőttem fel, nagyon sok természet között, és mindig a nyarat azt nagyon szerettem, mert minden zöld, és nagyon meleg, meg minden, de például ugye nálunk sok rizsföld volt, és ugye nyáron, ugye ahogyan nő a rizs hajtás, annak van egy ilyen illata, és mindig is ezt nagyon szerettem a gyerekkoromban, amikor hazasétálok iskolába, süt a nap, és fúj a szél, és ezek a zöld rizs hajtások, annak van jó illata, és mindig is bele kukkantottam, hogy a földön milyen bogarak, élőlények mászkálnak, és ez nagyon szép emlék a Japánról, és ezért választottam ezt a zöld színt. Zöld színt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és köszönöm az idődet, ezt a én köszönöm beszélgetést. szépen. Nagyon sokat tanultunk tőled, mint általában mindig a Hát én is vendégektől. magamról így. Még egyszer, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Ma egy újabb ablakot nyitottunk Japánra. Köszönöm, hogy velem tartottál. Az új epizódokat eléred a magyarpodpad.hu oldalon, az Apple Podcast-en, Spotify-on, Google Podcast-en, és gyakorlatilag bárhol, ahol podcastek elérhetőek a neten. Ha tetszett az adás, akkor kövesd kérlek az Ablak Japánra csatornáját, így biztos nem maradsz le a következő részekről. Kérlek továbbá, hogy értékeld is a podcastet azon a platformon, ahol az adást hallgattad. Ezzel segítesz engem abban, hogy mások is könnyebben megtalálják az Ablak Japánra podcastet. Ajánlom továbbá, hogy nézz rá a podcast honlapjára, csatlakozz hozzánk a Facebookon és az Instagramon. A legközelebbig minden kedves hallgatónak a legjobbakat kívánom!